Szép jó napot kívánok, ez itt a Közügyek. Mai műsorunkban szó lesz a Ludasi Noge vállalat fejlesztéséről. A Magyar Nemzeti Tanács által szervezett kétnapos magyar nyelvű jogi tudományos tanácskozásról, valamint a hétvégi Durindóról és a Gyöngyösbokrétáról is beszámolunk. Tartsanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. A tartós termékek üzemrészlegét adták át a héten a Ludasi Noge vállalatban. Sózókamrát, hidegfüstölőt és szárítót avattak fel. A több mint 30 ezer eurós beruházást a tartományi mezőgazdasági és a tartományi gazdasági titkárság is támogatta. Most nézzünk meg egy összefoglalót az átadásról, majd pedig egy rövid interjú következik Molnár Viktorral, tartományi mezőgazdasági segédtitkárral. Ilyen kolbászok készülnek a ludasi tartós hústermékeket gyártó üzemrészlegben. A fejlesztés minőségi és mennyiségi előrelépést is jelent a hentes üzletek kínálatában. Incsiklandozó kolbászok lógnak a ludasi húsipari vállalat új szárítójában. A 22 éve működő cég kedden átadott üzemrészében modern eszközökkel tudnak versenyképes termékeket gyártani. Abba bízunk, hogy termékünk minősége változni fog, még minőségesebb lesz, és nem mellesleg a mennyiség, ami nagyon fontos, mert az ember nem tud mennyiséget nyújtani, akkor nem is tudja a piacon kínálni azt az árut. A tartományi mezőgazdasági titkárság feldolgozói kapacitás bővítésére kiírt pályázatán 2,8 millió dinárt ítélt oda az üzemnek. Kis és középvállalkozások eszközfejlesztését támogatja a tartományi gazdasági titkárság. 380 ezer dinárral járultak hozzá a befektetés megvalósulásához. Elsősorban a gyártásban használt gépek és felszerelések, de egyéb gépek és felszerelések vásárlását is támogattuk, annak érdekében, hogy a vajdasági kis- és középvállalkozások konkurensebbek legyenek, az eszközeik, gépek fejlesztésével a piacon jobb helyzetbe kerüljenek. Szabadkának fontos, hogy a peremtelepüléseken megtermelt javakat helyben fel lehet dolgozni. A ludasi befektetés nem csak munkahelyeket teremt, hanem a helyi termelők biztonságosabb értékesítéséhez is hozzájárul. Emelte ki Maglai Jenő Szabadka polgármestere. A kis és a középvállalkozók azok, amelyek erősítik helyi szinten a közösséget, azok a családok, illetve azok a vállalkozások, amelyek helyi szinten teremtenek munkát, és különösen fontos az, hogy egyre több olyan munka, illetve olyan vállalkozás legyen, amely a kültéri településeken valósul meg, hiszen a kültéri településének a leépülése volt a legerőteljesebb az elmúlt időszakban. A családi vállalkozások fejlesztése beillik a Vajdasági Magyar Szövetség terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájába. Itt nem csak a vállalkozó megélhetése kerül biztosításra, hanem az alkalmazottaknak, illetve beszállító köröknek az egzisztenciális megerősödését is tudják előre mozdítani ezek a fejlesztési elképzelések. A Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt 15 évben, amióta 2000 októberében a változások bekövetkeztek, és amióta kormányzati pozícióba jutottunk, elsősorban tartományi szinten, folyamatosan próbáltuk egyrészről az általános ügyet szolgálni, másrészről pedig azon belül különös figyelmet fektetni a magyar vállalkozásokra, a magyarok megerősödésére, de azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Ezért én nem először vagyok itt ebben a cégben, nem először nyitottunk itt meg olyan fejlesztést, ami hát a politika és a kormányzat, illetve a vállalkozás együttműködése. De számtalan ilyen hely volt. Ha ezt akkor meg tudtuk csinálni, és meg tudtuk csinálni az elmúlt 15 évben, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk csinálni annak a gazdaságfejlesztési programnak a keretein belül is, amelyik elkészült, amelyiknek a megvalósulásának a módozatai vannak most végig gondolás alatt. Pásztor István pártelnök hangsúlyozta, a VMS a heves támadások ellenére sem áll el a Vajdasági Magyar Közösség megélhetését segítő akciótervtől. Azok a alpári és nemtelen támadások, amiknek folyamatosan ki vagyunk téve, nem fognak megállítani bennünket. Egyrészről azért, mert jó ügyet szolgálunk, másrészről azért, mert
ez az ügy találkozik a magyar emberek elvárásával, igényével, mert alternatívát jelent, megkapaszkodási lehetőséget jelent. Harmadrészben pedig azért nem állítjuk le a folyamatot, bármekkorák is ezek a támadások, mert nem követtünk el semmit, ami szabálytalan, ami erkölcstelen, ami elvtelen. A Ludasi Noge vállalat további fejlesztéseket tervez. A 25. évfordulójukra saját vágóhídat akarnak kiépíteni. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság támogatja a feldolgozóipari kapacitások kiépítését. Ezzel kapcsolatban beszélgetek Molnár Viktor tartományi mezőgazdasági segédtitkárral. Milyen pályázatról van szó, és hogyan tudnak ezen részt venni a különböző vállalatok? Most már pályázat, de gyakorlatilag mint projektum 3 éve indult, én vezetem. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a vidék hosszú távú fenntartható fejlődését biztosítani tudjuk, így a megtermelt nyersanyagokat nem csak mint nyersanyagot, hanem mint feldolgozott termékeket lehessen tovább értékesíteni, természetesen a hozzáadott értékkel jóval magasabb áron. Ennek több vonzata is van, illetve több eredménye is, mert gyakorlatilag a helyi termékfeldolgozással munkahelyet biztosítunk, úgy a családban, mint a közösségben. Megmarad maga az állattenyésztés, mint nyersanyagtermelés, és természetesen a hozzáadott értékkel egy olyan helyi jellegű házi terméket lehet előadni, amit a polgárok, a fogyasztók általában szeretni szoktak, és szívesen vásárolnak, különösen, ha tudják, hogy megbízható, ellenőrzött helyről származik az a termék. Ez eddig mely közösségekben valósult meg ezek a projektumok? Az a helyzet, hogy egész Vajdaságra koncentrálunk, tehát a Dél-Bánáti Pártától egészen Kanizsáig, illetve itt Ludasig, Vajdaság minden területén létesültek már kisebb kapacitású húsfeldolgozók, illetve tejfeldolgozó üzemek. Ezek az üzemek mind EU standardok, tehát modern követelményeket elégítenek ki. Másrészt maga az üzem az olyan, hogy elejében arra koncentráltunk, hogy ismert helyi termékek, féltartós és tartós termékek készüljenek, például mint lemeski kulen, sremska kobasica, de természetesen vannak olyan nagyon jó minőségű félkemény és kemény házi sajtok is, ne talán különböző ízesítésűek, melyek megfelelő körülmények között elkészítve hosszan is eltarthatók, és természetesen olyan minőséget képviselnek, amit a nagy iparban nem tudnak ilyen módon prezentálni, tehát követni. Így a házi termékeknek, vagy házi jellegű termékeknek mindig is volt, és mindig is lesz piaca, de természetesen megfelelő higiéni körülményeket meg kell teremteni ahhoz, hogy a készítés folyamán és a maga végtermék az biztonságosan fogyasztható legyen. A termelők számára az utóbbi időben egyre nagyobb gond az, hogy értékesítsék a termékeiket. Az ilyen üzemek kiépítésével mennyire tud ez javulni, ez a helyzet? Mindaddig, amíg nem születik olyan jogszabálykeret, amely lehetővé teszi a házi termékek könnyített higiéni körülmények között való előállítását és könnyített módon való értékesítését, a jelenlegi törvények és jogszabályok sajnos ipari körülményekhez igazodnak, tehát csak olyan szabályok vannak, hát ezt gyakorlatilag ilyen kisebb kapacitású üzemekre át lehet képezni, és mi nekünk az a célunk, hogy ilyen üzemeket egyelőre létrehozzunk, majd a jövőben, ha egy olyan jogszabály keret is megszületik, amelyik ennél enyhébb követelmények szerint is meg fogja engedni a házi termékek készítését, az természetesen a jövő kérdése és a jövő lehetősége, de a jelen törvényi keretek között
kötelező a megfelelő szabályokat betartani, és én úgy gondolom, hogy ezen projekt keretei belül, ahol a titkárság 70%-ban támogatja az illető fejlesztés, gazdaság vagy gazda fejlesztési tervét, ez egy eléggé nagymértékű hozzájárulás, arról nem beszélve, hogy egyetemi szakemberek kísérik egy évig mindegyik projektumot, egy monitoringot csinálnak a helyszínen, készítenek, folyamatosan javasolják maga az épület rekonstrukciójának a mienségét, a szükséges eszközöknek a vásárlását, a technológia, hogy milyen legyen a termék mienségétől függően, hogy milyen terméket akar valaki gyártani, és természetesen a kezdeti gyártás sorozatokat ellenőrzik, a kritikus pontokat ellenőrzik, így tényleg minőség is házi jellegű termékek jönnek létre, amik aztán nagyon könnyen fogyasztóra, vevőre találnak. A titkárság nemrégiben írta ki az új pályázatát erre a témára. Hogyan tudnak jelentkezni az érdeklődők? A titkárság hivatalos honlapján olvasható a pályázati szöveg. Ebben az évben harmadik ízben, gyakorlatilag harmadik évben írtuk ki a pályázatot. Két hónapig, tehát július végéig nyitva lesz. Bőven van idejük az érdeklődőknek átolvasni magát a pályázati szöveget, a föltételeket, illetve a szükséges dokumentációt, és természetesen a megadott telefonszámon érdeklődhetnek is, hogyha valami nem világos, mi készséggel segítünk. A tartományi gazdasági foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárság pályázatot írt ki. Beruházások költségtámogatására zöld vagy barna mezős vállalkozói tevékenység megkezdéséhez vagy bővítéséhez, melyekhez új munkahelyek megnyitása is társul. Pályázni 2015. szeptember 1-jéig lehet. Bővebb információ a titkárság honlapján. www.spriv.vojvodina.gov.rs. Vajdaságban a kisebbségek és a nemzeti közösségek hivatalos nyelvhasználatát törvények biztosítják, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket a rendelkezéseket gyakran nem tartják be. Neves külföldi és vajdasági szakemberek tartottak előadást a téma kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett kétnapos magyar nyelvű jogi tudományos tanácskozáson Palicson. Nézzük meg először az összefoglalót a tanácskozásról, majd pedig egy beszélgetés következik Kardos Gáborral, a budapesti Ötvös Lóránd Tudományegyetem tanszékvezetőjével. A kisebbségek és nemzeti közösségek nyelvhasználatát és más jogait Szerbia törvényei szavatolják. A gyakorlat azonban azt mutatja, gyakran sérülnek ezek a jogok. Európában is hasonló gondokkal küzdenek. A Magyar Nemzeti Tanács kétnapos jogi tudományos tanácskozást szervezett a témával kapcsolatban Palicson. A konferencia előadásai több témakört ölelnek fel, az anyanyelvet, a kisebbségi jogokat, valamint Szerbia és Európa kapcsolatát. Amikor anyanyelvről és jog érvényesítésről beszélünk, akkor arról kell igazán szólnunk, hogy hogyan tudjuk megőrizni anyanyelvünkben identitásunkat, hogyan tudjuk oktatásunkat, tájékoztatásunkat, nyelvhasználatunkat, kultúránkat a jövőben még erőteljesebben az autonómia legkülönbözőbb formáiban megvalósítani. A mai Európában két jövőkép létezik, egy páneurópai összefonódó közösség képe, illetve egy olyan jövő, amelyben a kisebbségek meg tudják őrizni nyelvüket, sajátosságaikat. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ez utóbbiban látja a vajdasági magyarság jövőjét.
Beretka Katinka tanársegéd előadásának az Európai Unióban működő területi autonómiák hatásköre volt a témája. Vajdaság esetében is mindezeket a kérdéseket meg kell vizsgálni, azonban úgy gondolom, hogy először az alapvető jogosítványait kéne Vajdaságnak letisztáznia. Mi az, amit szabályozhat, ha szabályoz, azt milyen keretek között teszi, szükséges volna ezeket az ilyen típusú kerettörvényeket meghozni az állam szintjén ahhoz, hogy a Vajdaság akár aktív résztvevőként bele tudjon szólni az európai integrációs folyamatokba. Európában a regionális vagy kisebbségi nyelvek kártája szabályozza az aláíró országok kötelezettségeit a kisebbségek védelmében. Korhec Tamás egyetemi tanár tanulmányában az EU kisebbségvédelmi követelményeit elemezte az elmúlt évek folyamán. Szigorodott a feltételeknek a számon kérése, az államnak a kötelezettsége, hogy dokumentálja azt, hogy bizonyos feltételeknek eleget tett. Tehát ebből a szempontból ez jó is, meg rossz is. Hát annyiból jó, hogy a kisebbségvédelmet is szigorúbban kérik számon Szerbián, annyiból rossz, hogy kétségtelenül ez nem gyorsítja meg Szerbiának az uniós csatlakozását. A kétnapos konferencia szombaton szakterminológiai és fordítói képzéssel folytatódik. Szerbia és az Európai Unió címmel szervez kétnapos jogi tudományos tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács. Kardos Gábor egyetemi tanár a vendégünk, a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartájáról tart előadást. Palicson, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Mikor született meg a regionális és kisebbségi nyelvek kartája Európában, és milyen jogokat szavatol? Az 1990-es évek elején született meg, egész pontosan 1992 végén. A kartának az a jellegzetessége, hogy a kisebbségi nyelveket, mint az európai kulturális örökség részét védi. Ennek következtében tehát nem jogokat, egyéni jogokat tartalmaz, hanem állami kötelezettségeket olyan területeken, mint az oktatás, a közigazgatás, a kultúra és más nyelvhasználati területek. Az elmúlt 20 évben milyen előrelépések történtek Európában a kisebbségi nyelvi jogok védelme terén? Azt lehet mondani, hogy a karta ellenőrzési mechanizmusának a prizmáján keresztül olyan következtetésre juthatunk, hogy jó néhány esetben következett be jogszabályi változás, olyan, amely bővítette a nyelvhasználóknak a lehetőségeit és jogait. Emellett pedig nagyon fontos, és a karta szellemével tulajdonképpen legnagyobb mértékben összhangban van az infrastruktúrának a javítása. Az tehát, hogy az oktatási, kulturális, média és hasonló területeken megfelelő kisebbségi nyelveket használó infrastruktúra jöjjön létre. A Kárpát-medence több országában is élő magyarság kérdésére hogyan tekint a karta? A helyzet az, hogy a környező államok azok ratifikálták a kartát, tehát Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, Szerbia és Románia valamennyien ratifikálták. Ennek következtében tehát a magyar nyelvvel kapcsolatos nyelvpolitika az vizsgálat tárgya, és ezzel kapcsolatban a részes államoknak, tehát a környező országoknak kötelezettségeket kellett vállalni. Ugye bár egy kétnapos jogi tudományos tanácskozást szerveznek Palicson, hogyan látja ön a Magyar Nemzeti Tanács munkáját? A Magyar Nemzeti Tanács munkája alapvető jelentőségű, mert döntő fontosságú az, hogy ha meg kell szólalni a magyar nemzeti közösség nevében, akkor legyen egy olyan reprezentatív intézmény, amely kellő súllyal ezt megteheti. Ön az Európa Tanács kártával foglalkozó szakértő bizottságának a tagja. Hogyan tekintenek a nemzeti kisebbségekre a hagyományos európai nemzetállamokban? A helyzet az, hogy ha Nyugat-Európára gondol, akkor tulajdonképpen vegyes a kép, tudnélik, vannak olyan államok, amelyek részesei, és ilyen módon kötelezettséget vállaltak, mint Németország, az Egyesült Királyság, vagy Spanyolország. Ugyanakkor viszont vannak fontos államok, amelyek mind a mai napig nem vesznek részt a karta együttműködésben, például Franciaország vagy Olaszország. Tehát a kép az vegyes.
A regionális és kisebbségi nyelvek európai kártájának Szerbia is a tagja. Milyen meglátásaik vannak az itteni kisebbségi nyelvhasználat terén? Az első és talán a legfontosabb meglátása a bizottságnak az volt, hogy a szerb ratifikációs okmánya a magyar nyelv tekintetében az oktatás, illetve a médiát illetően lehetett volna becsvágyobb, azaz merészebb, magasabb kötelezettséget is választhatott volna. A kartának tudnék az a sajátossága, hogy a harmadik rész szerinti védelemben lehet a különböző erősségű fokozatok közül választani. Tehát jobb lett volna, hogyha erősebb követeléseket, erősebb kötelezettségeket vállal, mert ennek az infrastruktúrális alapjai azok nagyjában egészében megvannak. A másik probléma, ami látható volt Szerbia esetében, az az, hogy sajnos gondok vannak a közigazgatási tisztviselők magyar nyelvtudásával kapcsolatban, a családnevek használatával, illetve utcanév és településnevek használatával is. Az ön meglátása szerint mire lenne szükség, miben és hogyan tud Szerbia előrelépni a kisebbségi nyelvhasználati jogok biztosításában? Azt gondolom, hogy döntő fontosságú lenne a magyar nyelv szempontjából a bírósági közigazgatási nyelvhasználatnak a megerősítése. Tudnilik, nagyon fontos természetesen az oktatás és a kultúra, ez a két igazi pillére a kartának, de egy nyelv fejlődése szempontjából döntő jelentőségű, hogy a jogi közigazgatási aspektusai is kellő védelmet kapjanak. Tehát ön szerint ez volna az alap? Hát igen, ez az, amire én a hangsúlyt helyeznék. Igen. Kardos Gábor, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Önbizalmunk alapja az értenek és reagálnak rám élménye. Az anyanyelvi oktatás biztonságot ad. A sikeres iskolai teljesítés alapját az óvodai fejlesztés biztosítja. Az anyanyelvi oktatás tudást ad. Kifejeznem magam, képviselnem magam, magyarul a legkönnyebb. Az anyanyelvi oktatás önbizalmat ad. Írassa gyermekét magyar óvodai csoportba. Csantavér készen áll a hétvégi Durindóra és a Gyöngyös-Bokrétára. A szervezők elvégezték az előkészületeket, a szabadtéri színpadot ma állították fel. A hétvégén több mint 2500-an lépnek majd fel a Vajdasági Magyarság Népzenei és Néptánc Fesztiválján. Nézzük meg először egy összefoglalót az előkészületekről, majd pedig Szabó Gabriella, a fesztivál tanácsának elnöke számol be a részletekről. A Csantavéri Színházban és a háta mögött éppen most épülő színpadon lépnek fel szombaton a Durindón az énekesek és a zenészek. Vasárnap pedig itt ropják majd a táncot a Gyöngyös-Bokrétán fellépő néptáncosok. Rengeteg érdekes programmal várják az érdeklődőket. Érdemes ezt a hétvégén Csantavérre látogatni. A szabadtéri színpad vas konstrukcióját állítják össze Csantavéren. Az idén itt szervezik meg a 39. Durindót és az 52. Gyöngyös-Bokrétát június 6-án és 7-én. Szombaton az énekes és hangszeres szólisták, a népdalkórusok és hangszeres csoportok lépnek majd fel. Két helyszínen lesz a Durindó megtartva, az egyik helyszín a Csantavéri Színháznak az udvara, a másik helyszín pedig a Csantavéri Színház. Mind a két helyszínen 52 föllépő együttes lesz, amely megkezdődik délben az ünnepi megnyitóval, és utána pedig jönnek a föllépő együttesek, és ez eltart egészen este fél hat-hat óráig. Fél héttől a Csörgőci Terezenekar és a Fokor Zenekar tart lemezbemutatót, majd a színházteremben gála következik. Szombat este az erdélyi Heveder Zenekar koncertezik Csantavéren. Napközben kirakodóvásárt és más programokat is szerveznek a helyiek. Kézimunka kiállítás lesz a Bartók Béla Művelődési Egyesület dísztermében. Egyben ugyanebben az időpontban a festőművészeknek lesz tárlata a színház terem előcsarnokában, ami szombaton és vasárnap reggel 10-től este, ameddig a műsorok tartanak, addig lesznek nyitva.
Vasárnap délben a Gyöngyösbokréta szentmisével kezdődik a páduai Szent Antal római katolikus templomban, majd a tánccsoportok felvonulnak a templomtól a színházig. Zenével, énekkel, ahogy az szokott lenni, hangos felvonulás a gyönyörű viseltekben. 34 táncegyüttest várunk ide a rendezvényre, akik utána a nap folyamán bemutatják azt a produkciójukat, amit a 2014-2015-ös évben készítettek. A Durindó és a Gyöngyösbokréta a vajdasági magyarság kiemelt rendezvényei. Egész vajdaságból érkeznek a fellépők a hétvégén Csantavérre. Szombaton kezdődik a vajdasági magyarság egyik legtömegesebb, leghagyományosabb és még sokféle leges jelzővel illethető rendezvénye, a Durindó és a Gyöngyösbokréta. Vajon sikerült-e minden kockát már helyre tenni, vagy még mindig zajlanak a szervezkedés utolsó momentumai? Kérdezem Szabó Gabriellát, a fesztivál tanácselnökét. Leglátványosabb is, hadd folytassam a legek sorával. Úgy tűnik, hogy minden a helyén van, az utolsó simításokat végzik a helyi szervezők, a csantavériek, és hát a fesztiváltanács tagjai közül is néhányan ott vannak már velük, és hát segítenek ezekben az utolsó simításokban, illetve előkészületekben. Én azt hiszem, hogy minden a legnagyobb rendben van, és hát örömmel nézünk a két nap elé. Hány résztvevővel fog zajlani az egyik, és hányal a másik? 104 bejelentett műsorszám van a Durindón, szólisták, hangszeresek, énekesek és zenekarok, illetve kis együttesek, énekcsoportok. Tehát 104 bemutatkozásra számíthatunk szombaton, 34 néptánccsoport jön vasárnap a Gyöngyösbokrétára. A Durindón ez a 104 műsorszám két helyszínen párhuzamosan zajlik, délben kezdődik, szombaton, és hát az esti órákig tartanak majd a bemutatkozások. Híradásokban hallhattunk, olvashattunk erről, hogy mégsem készül el a Csantavéri Színház épülete a Durindóig. Ez okoz bármi gondot a szervezésben, illetve az egész rendezvény lebonyolításában? Talán a csantavériek számára kicsit kellemetlenebb a helyzet, viszont én azt hiszem, hogy a maga a színházterem belülről nagyon szép. Tehát amikor én megláttam, azon túl, hogy elmondásuk szerint 5 éve nem használják, azon túlmenően nincs olyan nagyon rossz állapotban belülről. Nyilván felújításra szorul. Hát a hét elején derült ki, hogy a villanyhálózat nem bírná ki ezt a megterhelést, amivel holnap mi majd ott megjelenünk. De kicserélték. Tehát a csantavériek mindent megtesznek annak érdekében, parkosítanak, virágot ültetnek, aszfaltoznak, simítanak, szóval mindent kitakarították gyönyörűen a színházat. Tehát egyáltalán nincs már olyan érzés az embernek, mert megnéztük több alkalommal is, megtekintettük a helyszíneket. Nincs már az az érzés az embernek a színházban, hogy ez egy pusztult, ha így, de nem egy lepusztult épület belülről, kívülről nem túl megnyerő, de voltunk már hasonló állapotú helyszíneken, úgyhogy ilyen szempontból magát a fesztivált nem hátráltatja. Nekik biztos nagy öröm lett volna, hogyha egy nagyon szép felújított épülettel várhatják a sok-sok vendéget, a föllépőket és a nézőket, de én azt hiszem, hogy a fesztivál emiatt nem szenved semmiféle kárt. Egy kicsit részletesebben, ha hallhatnánk magáról a programról, helyszínek, időpontok, fellépők. Szombaton délután, illetve szombaton déli 12 órakor lesz a Durindó megnyitója. Két helyszínen zajlik, mint mondtam, az egyik a színházteremben, a másik pedig kint a szabadtéri színpadon, a színház udvarában. A hivatalos megnyitót követően jönnek majd a bemutatkozások. A szünetben délután a csantavériek, a néptáncosok és az erdélyi vendégegyüttesük adnak közösen egy műsort. Az esti órákban 7-től 7:30-ig az Óbecsei Fokos és a Topolyai Csörgő Citera zenekar közös CD bemutató koncertje lesz. Nagyon jónak ígérkezik, úgyhogy aki teheti, jöjjön már el 6:30-ra legkésőbb Csantavérre szombaton délután. Közben délután 2-től 3:00-ig az Újvidéki Rádió hullámhosszán 1 órás élő műsor lesz hallható, ahol Csantavért mutatjuk be, magáról a rendezvényről beszélgetünk, illetve időnként bekapcsolódunk a színpadon zajló eseményekbe is, illetve közvetítjük az éppen folyamatban lévő bemutatkozásokat. Este 8-től 9:00-ig az Újvidéki Televízió 2-es csatornáján immár 3. alkalommal lesz 1 órás külön műsor, ahol szintén egy kis ízelítőt, hangulat
sorozatot adunk a hétvégéből a tévénézőknek is. Ezt követően 9 órától a kinti színpadon egyébként a tévéműsor is megtekinthető, tehát nem csak a tévénézőknek készül, tehát akit érdekel, jöjjön el, föllépnek a topolyai, becsei táncosok, csantavériek, szóval nagyon izgalmas műsor lesz ez is. Este 9 órától az erdélyi Heveder zenekarnak lesz egy koncertje a szabadtéri színpadon, ide is várunk mindenkit. Azután vasárnap 12 óra előtt valamivel fölvonulnak a néptánccsoportok az iskolától a csantavéri templomig, ott a templomban Utcai Róbert atya egy szertartáson megáldja, illetve hát köszönti is a csoportokat, közösen elénekelünk néhány egyházi éneket közben, és onnan kivonulva a templom előtt mutatkoznak majd be a néptánccsoportok, és azután vonulnak át ünnepélyesen, tehát a díszfelvonulás tulajdonképpen ezután lesz, itt vonulnak át a szabadtéri színpadhoz, és 1 óra körül tervezzük a megnyitót, és ezt követően lesznek ismét csak a néptánccsoportok bemutatkozásai, melynek szünetében most már 3. éve a gyerekrendezvényekről, tehát a szújsipról, kőketáncról, mesemondó versenyről és az ifjúsági, tehát a KNV népzene és néptánc vetélkedőről a díjazottak közül hívtunk meg néhányat, és ők szórakoztatják majd a közönséget. Közben pedig bemutatkoznak még a Horvátország és az erdélyi néptánc csoportok is, akik a csantavériek vendégei. Ezután folytatódik a Gyöngyösbokréta műsora, és valahol az esti órákban ér véget a kétnapos rendezvénysorozat. Kimerítő, fárasztó, de nagyon-nagyon szép lesz, én nagyon remélem, hogy sokan ellátogatnak. Ami újítás még talán az, hogy értékelés most nem lesz, se a szombat és se a vasárnapi műsorok között, illetve csak a népviseletes szakértők mondanak véleményt a föllépő csoportok ruhájáról, viszont tavaly úgy véltük, hogy talán hatékonyabb, hogyha egy külön időpontban, egy későbbi időpontban összehívjuk újra a csoportvezetőket, és újra higgadtan, nyugodtan már a föllépési lámpaláztól mentesen meghallgatjuk, megnézzük a csoportokat, a felvételeket, és akkor közösen kielemezzük. Talán ennek nagyobb értelme van. Most ezt próbáljuk ki. Ha már értékelés nem lesz, ez azt jelenti, hogy klasszikus értelemben, vagy zsűri sem lesz? Zsűri lesz. Tehát zsűri lesz, és igen, népes a zsűri, mert szeretnénk, hogyha minél, tehát magyarországi zsűrit is azért hívunk, hogy hírét vigyék annak, ami itt zajlik, mert igen magas színvonalon művelik a népzenét és a néptáncot a vajdasági fiatalok és idősebbek egyaránt. Tehát egyrészt azért hívjuk a magyarországiakat, másrészt a vajdasági fiatalokat azért hívjuk, hogy hát ismerkedjenek a zsűrizés szakmájával is, hiszen nem mindegy, hogy közöljük az esetleges hibákat, hogy az valóban építő jellegű legyen. Na most, mivel nem írásban kérjük az értékelést, hanem majd egy későbbi időpontban, amikor összehívjuk újra 5 alkalommal a Durindó résztvevőit, 1-2 alkalommal a Gyöngyösbokréta résztvevőit, amikor összehívjuk őket, akkor elhívunk néhány zsűritagot, és ők fogják elmondani a véleményüket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel senkit, hogy mi történt. Nagyon is érdekli a zsűrit, hogy hogyan készültek, mennyire fölkészültek idén a Földrajzilag hogy tudnánk érzékeltetni a részvevőket? Székelykevértől Horgosig? Igen, igen. Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány településről, de egész Vajdaság területéről jönnek. Nagyon sokan vannak, akiknek szinte csak ez az egyetlen föllépésük, ami vidéken zajlik, és hát nagy örömmel készülnek. A szórványban sajnos még mindig tapasztalhatóak némi hiányosságok, de úgy tűnik, hogy próbálják, vagy hát keresik, és meg is találják nagyjából a kapcsolatokat, hogy kiket kell hívni, hogy azért ők is minél jobban tudjanak dolgozni. És végül hadd kérdezzem meg tekintettel arra, hogy ahogy hallhattuk, többféle szabadtéri rendezvény is lesz az időjárás előrejelzésnek. Utána néztek, tehát jó idő várható? 10 napja csak azt nézem folyamatosan, hogy milyen idő lesz, de úgy tűnik, hogy jó idő lesz. Az előrejelzés szerint igen meleg napok elé nézünk, és hát egyébként ez az első nap mindig az én életemben, gondolom a többiekében is már évtizedek óta, amikor egy kicsit megpirulunk a napon, hiszen főleg a vasárnapi, ami egész nap kint zajlik, ugye, és nincs nagy lehetőség elvonulni a napról, tehát ez egy jó nyári alapot ad a Gyöngyösbokréta napján, egy kis napozás. Én reménykedem benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és végig tudjuk csinálni ezt a 2 napot.
Hát bizakodjunk, akkor köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok. Kókai Péter interjúját láthatták a Durindó és Gyöngyös Bokritával kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet. Ha az ön gyermeke a középiskola harmadik vagy negyedik osztályába jár és tovább tanulna, jöjjön el Újvidékre és nézze meg az Európa Kollégiumot. A Vajdasági Magyar Szövetség június 13-án, 20-án és 27-én szervezett autóbuszjáratokat indít Szabadkáról, Zentáról, Zomborból, Csókáról, Tordáról és Székelykevéről. Jelentkezni a VMS központi irodájában lehet. Telefon 024 55 3 801. E-mail office@vms.org.rs. Segítünk dönteni a továbbtanulás nehéz kérdésében. Készült a Vajdasági Magyar Szövetség megbízásából. Kovács Tibor egyike a néhány perlászi magyarnak, aki még beszéli anyanyelvét. Mára már azonban ő is nehézkesen fejezi ki magát magyarul, ugyanis nincs kivel beszélnie. A bánáti településen a legtöbben a mongol csontkovács feleségéről ismerik. Ritkán szólal meg mostanában a perlászi katolikus templom harangja. Hívek nincsenek, helyben élő pap sincs. 50-60 magyar él a Nagybecskerektől 30 kilométerre fekvő Perlaszon, de már egymás között is szerbül beszélnek. A megközelítőleg 3300 fős falu helyén már az 1700-as évek elején éltek emberek, többnyire szláv népcsoportok. A település múltjáról a vidék egyik legrégebbi katolikus temploma tanúskodik, ami 1777-ben épült. Szentmisét azonban csak havonta egyszer tartanak. A templomnak már csak harangozója van. Hát nincs senki más. Én vagyok az utolsó harangozó, perlaszi harangozója, és minden vasárnap délkor harangozok. Minden vasárnap délkor harangozok, és aki valaki jelent, hogy valaki meghalt, valaki szület, akkor harangozok. Hát néhány év. Nem tudom pontosan, de... Tibor sorsa szinte születésétől kezdve napjainkig összefonódott a templommal. Itt keresztelték meg, ami számára szerencsét hozott. Ugyanis addig sokat betegeskedett, utána viszont, mint mondja, védőszentet kapott. Ebben a templomban volt esküvője, és most ő a harangozója is. A kapcsolat szerelem az a kapcsolat. Ha nincs szerelem, nincs semmi. Ez jó Isten, jó Isten, aki segít. A jó Isten mindig nap segít, minden nap segít. Nekem és más embereknek, mindenkinek segít a jó Isten. Tibor okleveles közgazdász, több vállalatban is dolgozott, míg nem munkanélkül maradt. Életében akkor történt egy nagy fordulat, amikor 2005-ben egy közeli faluban, Ópáván megismerkedett Gris Gantuja mongóliai csontkovácssal, aki az ázsiai természetgyógyászok csoportjával érkezett. A hölgynek lejárt a vízuma, és hazament Ulánbátorba. Tibor 7-8 levelet írt neki, de válasz nem érkezett. A férfi nem adta fel, felhívta Gantuja nővérét, akitől elkapta a csontkovács telefonszámát. A nő csak többszöri hívása után jelentkezett. Félhívom, ő jelentkezett le. Ha ezek, akik jönnek most a masszázsra, tudják, hogy én beszélek igazat, most is nem jelentkezik, mindjárt. Hát, muszáj várni. Hát, én is megvártam, és azért, ha nem várnak volna, nem volna itt. Esküvőjük Mongóliában volt 2007-ben. Püspöki engedéllyel Perlaszon is megesküdtek. A feleség neve a katolikus egyházban Kovács Gabriella. Tibornak az első, Gantujának pedig ez a második házassága. A nővel egyik lánya is eljött Perlaszra,
aki most a Belgrádi Egyetemen tanul. Tibor Perlaszi családi házában gyógymasszőr szalont nyitottak, ahol Gantuja ősi mongol módszerekkel próbál segíteni a betegeken, masszázsal, gyógyfüvekkel és tanácsokkal. Azata vissza puna ljudi mádi. Mát is muska, zsenszka, szve isto. Szve isto. A 3 godina, 2 godina mala beva, a jako tesko meni. Маш, а стара люди улондая тачик види видиш. Hamar híre ment a mongol csontkovácsnak, és kezdetben sok munkája volt. Napi 10-15 páciense is volt, mostanában már kevesebben vannak, de így is kénytelen hétfőn és kedden szünetnapot tartani. Храна не добра. Яко люд, яко люди є прска, яко пуна. І онда никад люди пере никад чистія. Све честиш и јабука једиш, шта је ово? Све једи, једиш, онда јако тешко болесна. А нека људи на јако стресе, страх. Пуна ради, цел дан компјутер седи. Компјутер јако енергије. Боле глава, трни, ту сам грчи јако нутра, живац. И онда боле, боле, онда после јако тешко људи болесна. Gantuja megpróbálta Perlaszra elhozni hazájának egy részét is. Így a falon ott van a mongolok ősi pengetős hangszere, Genghis Khan vászonba vart képe, a buddhista vallás gyakorlásakor használt kellékek. A számítógépnek köszönve pedig időnként megnézi a szüleinek és testvéreinek fényképeit. Köszönöm a figyelmüket, legközelebb hétfőn lesz közügyek, addig is szép hétvégét kívánok, a viszontlátásra!